Csóka Dániel fiatal zalaegerszegi fotós alkotásaiból nyílt kiállítás nem sokkal adásunk előtt a Móricz galériában. A 24 éves alkotónak ez az első hazai bemutatkozása, Amerikában ugyanakkor már több kiállításon is szerepelt. Legkedvesebb témája egyelőre a természet. Szívből szeretni, erről szólt a megnyitón a dal, amit Veres Virág énekelt. A fiatal Csóka Dániel fotóiról pedig pontosan azt sugárzik, hogy szívből szereti, amit fényképez. És ez mindenek előtt a természet. Ezzel kezdődött az egész fotós pályafutásom, amikor megismerkedtem ezzel az egésszel. Ugye az első az, hogy természetfotókat készít az ember általában, és onnan megy tovább, akár emberábrázolás felé. A fotós azt mondja, csak minimális mértékben használja a számítógépes technika adta lehetőségeket, legfeljebb a művészi, érzelmi hatás fokozására. De már ezen a kollekción is látszik, hogy a következő fotós szerelem az emberábrázolás lesz. Portré mindenképp. Ebbe szeretnék fejlődni. Házasság, esküvő fotózásom egyszer volt, azt még szeretném, ha minél több felkérésem lenne. A kiállítást a közönség figyelmébe ajánló Nagy Szilvia rajztanár azt emelte ki, hogy a fotózás már egészen különös ötvözete lett a manualitást igénylő festészetnek, szobrászatnak és a műszaki technikai megoldásokat a lehetőségeket is kiaknázó fotóművészetnek. Az ember szeme egy ilyen objektív szűrő, amelyen keresztül a világból az információk, a formák érkeznek, és aztán az belül még az emberi aggyal, a képzelettel, még, és aztán a magával, a kéznek a munkájával átalakul, de a fotónál még ide egy eszköz is plusz van, még közbe vetítődik. És ezt hogy lehet úgy beépíteni, tehát hogy a látvány ne csak egy leképezés legyen, hanem az alkotónak a szándékait is tudja közvetíteni, az érzelmeit, az emócióit a közönsége felé. Csóka Dániel kiállítása augusztus 29-ig látható a Móricz galériában.